Ha igaz, minden történetnek van valami tanulsága. Az enyémnek bizonyosan. Mert az mégsem lehet tanulság nélkül való, hogy míg odakint az utcákon zenével, tánccal, mulatozással köszöntik honfitársaim hazánk Európai Unióhoz való csatlakozását, addig én a pszichiátriai klinikán, félelmek hadától csomolva, fél hülyére gyógyszerezve ünneplem a 40. születésnapomat. Marad számomra a fantázia világa. Behúnyom egy perce a szemem, s elképzelem, amint a Dunaparton a játékot bámulva állnak az ünneplők. Boldogan mosolyognak, és egymás nyakába csimpaszkodva köszöntik az új kort. Az ápolónő nem mosolyog. Gépiesen húzza ki karomból a tűt, új fiolát teker a cső végére. Miért nem mosolyog? Olyan nagyon kellene, hogy mosolyogjon. Egy fél mosolyától talán jobb lenne az éjszakám. Arconásai fiatalosan elevenek, bizonyára hajlana a kedvességre, ha megkérném. De hisz egész életemben kértem, koldultam, szeretetet, törődést, simogatást. Szakemberek szerint egy embernek naponta 17 érintése van szüksége ahhoz, hogy szervezetében felszabaduljanak a boldogság hormonok. 17-re. Az ápolónő még egy méltóság teljes pillantást vett az infúzióra, aztán elsuhog hófehér köpenyében. Magamra maradok, ezúttal a démonaim nélkül. Újra elhatározom, hogy nem adom meg magam. Istenem, hányadszor már! Elegen van a tekintetekben lappangó szánalomból, a tapintatos félrenézésekből. Meg hát magamból is, ebből az elhanyagolt, hányás szagú, siralmas figurából. Mindez persze utópiának tűnik így, szederjes ábrázattal, görcsbe merevedett, kőtömbként heverve a pszichiátrián, de újra és újra kénytelen vagyok felkavarni múltam állóvizét, mert csak ez tarthat életben. Csak a jövőbe vetett hit adhat erőt a betegségemmel való küzdelemhez. Csak egy jobb élet reménye segíthet elviselni a vége láthatatlan éjszakát. Ezen a tavaszon majdnem meghaltam. Nem tudom... Hogy azért ittam el olyan mérhetetlenül sok alkoholt a gyógyszereimre, mert valóban meg akartam halni? Vagy azért, mert jól esett egy kicsit nem tudni a valóságról? A kettő azért nem ugyanaz. Az azonban egészen biztos, hogy a mozgató -rúgó mindkét halál közeli esetben menekülni ettől az élettől. Hiszem, hogy paradox módon a depressziónak inkább az élet igenléshez van köze, nem a tagadáshoz. Mi? depressziósok, ha éppen nem vagyunk betegek, akkor tobzódunk az élvezetekben. Imádunk élni. Ha viszont szenvedünk, ha lent vagyunk, elhatalmasodik rajtunk az elmúlás gondolata. A halálvágy. Mindegy, hogy hova, csak el innen. Innen el. Akár a pokolra. Örökre. Hanem hát halálra inni magam, az nem a legjobb terápia. Valami más után kellene néznem, s ott a pszichiátria vaságyán is ez járt a fejemben. Hogyan húzhatnám ki magam a fertőből, mint tette ezt Münchhausen báró saját hajánál fogva a mocsárból? Azért vagy ember, hogy uralkodj az érzéseiden. Légy erős és szedd össze magad. Ismerős? Az emberek többsége a depressziót magát tartja felelősnek az állapotáért. Sokszor elfordulnak tőle. Bolond, nem normális, Kiszámíthatatlan, labilis, elmebeteg. Így hát ebben az országban, ebben a kultúrában jobb hazudni. Fogcsikorgatva erőt demonstrálni. Nem vállalni a betegséget, nem kérni segítséget. Szerencsére a depresszió nincs úgy az emberre írva, mint más betegség. Nem sántít tőle, csak bezárkózik, ki sem mozdul a lakásból. Igyekszik leplezni baját, hogy mások ne vegyék észre. Sokan azt mondják, kitalált betegség pedig megélni nagyon nehéz. Talán azt hiszik, magának csinálja az ember. Azt mondják, ezt neked kell megoldanod. Ami engem illet, igazán szerencsés vagyok. A közvetlen környezetemben sok intelligens, kulturált ember vesz körül. A családom egy része, a barátaim, a férjem, akik tudomásul veszik a betegségemet és elszenvedik a depresszió rájuk háruló következményeit. Mi más tehetnének? Aki akik erre hosszú távon nem képesek, feladták. Rég nem tartanak velem kapcsolatot. Talán jobb is ez így mindenkinek. A társadalom, megkockáztatom legnagyobb része, köztük okos, tanult, művelt emberek nem is tekintik betegségnek a depressziót. Nem veszik komolyan. Önsajnálatnak, nyavaigásnak, lustaságnak, hisztériának gondolják. Magyarországon a betegség társadalmi megbélyegzése jelenti a fő problémát amiből egyenesen következik, hogy az érintett betegek többsége semmilyen kezelésben nem részesül. Az egyik hazai szaktekintély Bánki M. Csaba kollégái többségével egyetemben vallja. A depresszió nem múló félelem, idegesség vagy az idegi túlterhelés tünete. Kimutatható agyi működészavar következménye, biokémiai elváltozásokkal jár az idegrendszerben, ezt az orvos minden kétséget kizáróan diagnosztizálni tudja. Betegség, amelyet modern gyógyszerekkel ugyanúgy lehet kezelni, mint a reumás fájdalmat vagy a szívbetegséget. Ez persze, teszi hozzá doktor Bánki, nem jelenti a külső pszichológiai hatások szerepének lebecsülését. Negatív események gyakran provokálnak depressziós állapotot. Termetes, fürdőköpenyes asszony jelenik meg a korterem ajtajában. Mozdulatlanul egyenesen megáll, Hasánál összekulcsolja a kezét. Gyöngét tisztelettel kutat körbe a fél homályban bizonyára szóltak neki a betegtársak, hogy fekszik itt valami tévés. Meglát, felismer, jól lehet, a sok szenvedés megváltoztatta a külsőmet. Hirtelen ingerülté válik az arc kifejezése. Az ígre emelve tekintetét csettint, közben megcsóválja a fejét. Sztárok, legyint megvetően. Jó dolgokban nem tudják, hogy mit csináljanak. Mosolyognék, ha tudnék, Inkább elfordítom a fejem. Hallom, ahogy kicsoszog. Apropó, sztárok. Igen, írni kellene. De nem egy 150. sztárkönyvet vagy önéletrajzot. Nem tartom magam sztárnak. Önéletrajzi regényt meg az írjon, akinek lebilincselően izgalmas élete volt. Hogy mit akarok valójában? Őszintén a nyilvánosság elé tárni mindazt, amit a legjobb barátjának négy szem közt se szívesen fed fel az ember. Hogy miért akarom ezt? Egyrészt önző érdekből, öngyógyítás véget. Az írás az önvallomás eredményes gyógymód lehet. Nagyon szeretném, ha önmagamon is segíteni tudnék. Ha sikerülne kiírnom magamból az állandósult lelki nyomort. Másrészt, mint már említettem, állítólag minden történetnek van valami tanulsága. Sőt, egy olyan ember emlékei, gondolatai, akit 11 éve tart markában a depresszió, talán reményt, hitet, erőt adhat sorstársainak, hogy rádöbbenjünk végre, ha a betegség többnyire nem is győzhető le, de ketrecbe zárható akár évtizedekre. Sokan vagyunk, csak Magyarországon több mint egy millióan. Szívszorongató belegondolni, hányan gubbasztanak ágyukon ebben az órában is elgyötörten. Hányan érzik úgy, hogy kínjaikra csak is önként vállalt haláluk jelenthet megváltást. Felelősséggel, segítségnyújtással tartozom cserébe mindazért, amit éveken át értem tettek az orvosaim, az ápolónők, a szeretteim. Segítséget akarok nyújtani a sorstársaimnak, és az egészségeseknek is. Szeretném, ha könyvemből valamelyest kiderülne, hogy mi is valójában a depresszió. Melyek a biztos jelei annak, hogy nem csupán rossz vagyunk, hanem sokkal súlyosabb a baj. És hogy milyen praktikákra támaszkodhatunk a túlélés érdekében. Hiszem és vallom, ha már a sorsom megadta, hogy valamennyire ismert ember legyek, akkor néha életbevágó ügyekben igenis kötelességem a hangomat hallatni. Most egy viszonylag jobb, kiegyensúlyozottabb korszakomban vagyok, ezért is tudok és merek írásba fogni. Írni az engem visszatérően kínzó korról, amely ha nem is legyűrhető, de megszelidíthető, kordában tartható és, igen, kezelhető.